Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Esztendő első paletta magazinjának nézőit, minden kultúrakedvelő székesfehérvárit, Fejér megyeit és az országban valamennyi kultúrakedvelő embert. Ma esti vendégem László Takács Krisztina. Szervusz, mégpedig egy rendkívül fontos, én azt mondom, hogy példaértékű kezdeményezésnek lehettünk tanúi, illetve a megvalósítás nagyszerűségét is elemezni fogjuk, mégpedig azért, hiszen az Újévi Illúziók koncerten, amelynek az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a Vörösmarty Színház adott otthont, Dubovszky Gergely karmester vezényletével vendégünk volt Hajnóci Soma, a fantasztikus bűvészvilágbajnok, aki ráadásul remekül zenél, és itt volt velünk Eugen Doga, az UNESCO-díjas moldáv zeneszerző is, de amiről mi fogunk beszélni, az nem más, mint hogy a legnagyobb örömünkre megjelent az a nagyszerű film, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar imás filmje, amely a te szerkesztésedben, rendezésében készült el munkatársaink segítségével. Mielőtt a film megvalósításának körülményeiről esnék szó, nézzük meg magában az alkotást, megéri.
No kérem szépen, talán ilyen az, amikor a terv, a gondolat és a megvalósítás karba öltve jár. Fenséges látvány volt. Kezdjük az elején, Krisztina. Mi volt az első gondolatotok, amikor megérkezett a megkeresés? Hiszen íve van a történetnek, főleg ennek mindenképpen. Természetesen. Hát amikor megkerestek minket, akkor elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy egyáltalán, hogy mi legyen az a zene. És az elsősorban nem a mi feladatunk volt. Összeültünk a Major Istvánnal, a zenekarnak a vezetőjével, és hát egy ilyen angol nyelven ilyen brainstormingot tartottunk, hogy hát ők mit gondolnak, mi mit gondolunk, képileg hogyan lehet ezt megvalósítani. És hát különböző zenék merültek fel, és aztán végül is egyöntetően a Virágkeringőre voksoltunk. Egyrészt azért, mert ezt mindenki szereti. Nagyon fontos volt, hogy olyan zene szóljon, amit mindenki kedvel és ismer, tehát felismer. Tehát így lett a Virágkeringő. Aztán utána egy ilyen kicsit ilyen zenei szakmai munka kezdődött, ugyanis én zenei általános iskolába jártam a Kodályba, és 9 évig zongoráztam, viszont azért az, hogy hogyan épül fel egy zenemű, egy zenekar, hogyan értelmezi egy zeneművet, azt azért Major Istvántól tanultam meg ennek az egyeztetésnek a kapcsán. Tehát tulajdonképpen olyan volt, mint egy mini zeneóra, hallgattuk a zenét, és mondta, hogy akkor most milyen hangszeren játszanak, ez a refrén, ez a finálé, ez, tehát hogy különböző részekre bontottuk a zenét, és hát ugye egy táblázat készült erről, hogy milyen hangszercsoportok játszanak, és akkor természetes volt, hogy ez egy fehérvári klip lesz, tehát az egésznek a milliója, az egy fehérvári millióbe kerül, és hát az is természetesen megfogalmazódott, hogy ha már fehérvári zenekarról van szó, fehérvári helyszínekkel, akkor mutassuk be a várost. Nyilván olyan, úgy kell bemutatni a várost, ami illik ehhez a zenéhez, illik azokhoz a hangszercsoportokhoz, amik éppen megszólalnak. Tehát és ez akkor... volt az igazi nehéz feladat, mondom én, hiszen ha megnéztük, akkor gyönyörűséges napsütéses idő és fantasztikus táji környezet járult hozzá. Mielőtt folytatnunk, beszélgessünk, hogy miként választottad ki a munkatársaink közül azokat, akik ebben ez egy nagy évű munka mindenképpen részt vettek. Tulajdonképpen a motorja az egésznek, a beindító motorja az a Kis Laci volt. Ő ugye a Fehérvár magazinnak a fotósa, viszont ő nagyon nagy zenekedvelő is, ezt tudni kell róla, nagyon-nagyon ismeri és szereti a komoly zenét, komoly koncertekre jár. És tulajdonképpen ő hozta be ezt az ötletet a médiacentrumba, hogy csináljuk meg, csináljuk mi. És hát mivel mi a Lacival napi kapcsolatban vagyunk, és nekem sem ez az első videó, amit készítettem, így aztán egyértelmű volt, hogy ezt együtt kezdjük el készíteni. És aztán nagyon nagy segítségemre volt német nagy Robi kollégám, aki hát tulajdonképpen én 2009 óta vagyok a médiacentrumban, őt azóta ismerem, ő is azóta a munkatársunk. Ő egy nagyszerű vágó, és mint kiderült, nagyszerű operatőr, mert hogy néhány éve operatőrként is dolgozik. És mivel ismertem a munkáit, többször dolgoztunk már együtt, így aztán evidens volt, hogy őt kérem meg, hogy ő legyen tulajdonképpen a vezető operatőr ennek a produkciónak. És aztán ez azért is volt jó így, és könnyű, hát idézőjelben könnyű, mert sokkal jobb úgy egy vágó operatőrrel dolgozni, hogy ő ismeri a kameramunkát is, irányítja, és aztán a vágóasztalon is tudja, hogy hova nyúljon, tehát sokkal egyszerűbb, mert komplexebben látja az egész történetet. Nem is a többiek, nyilván itt csak közbevetem, hogy aki tervet mond, csak esetőségre gondol, aztán nyilvánvaló, hogy a munka folyamat majd megköveteli a gondolatokat is, az együtt gondolkodást, ahogy tetszik. Kik voltak még? Ami több munkatársat igényelt, az a nagyzenekari felvételek. Ugye itt láthattuk, hogy volt a Borivárban egy felvétel, illetve volt a Városház téren. Tehát itt ezen a két helyszínen jelent meg az egész zenekar. Itt szükség volt több operatőre, így jött
Képes Idai Ádám kollégám, akivel szintén többször dolgoztunk már együtt, úgyhogy nem volt idegen az ő kamerakezelése és munkája. És Pető Gábor, aki szintén kollégánk a Fehérvár TV-ben, és drónfelvételeket készített. No, elkezdődött a munka. Tudjátok, hogy mit akartok. Tudja Major István, tudja a zenekar, tudják a kollégáid, tudod te magad is. Látszólag ez rendkívül egyszerű történet, ha megnézzük. Fantasztikus egyébként. No, de melyek az ilyen munkának a buktatói? Voltak-e olyan nehézségek, amelyeket nehezen tudtatok áthidalni? Hát mondok egy példát. Egyrészt megvolt a terv. Ez a terv, ez januárban megfogalmazódott, februárra papírra lett vetve egy forgatókönyv, és ez a forgatókönyv egészen szeptember végéig folyamatosan formálódott és változott, mert hogy a körülmények azok nem mindig engedték meg azt, hogy fölvegyük azt, amit szeretnénk. Így aztán például az Aranybullánál készült felvételek, ott már többször kimentünk, ugyanis az volt az alapelképzelés, hogy napfelkeltében vesszük ezt fel. És ez napfelkeltében lett fölvéve, csak teljesen felhős volt az ég, de mivel már többször próbálkoztunk, és elég nehéz volt összeszervezni, hogy azok a zenészek ott legyenek abban az időpontban, így aztán fölvettük így, úgyhogy ott sajnos nem kelt fel a nap, pedig hát az csodálatos lett volna. Tehát ilyen buktatói vannak, de nyilván az embernek az a kihívás benne, hogy minden nehézségből a legjobbat tudja kihozni, és azt gondolom, hogy még így is látványos volt, hogy nem volt például felkelte. Igen, külön-külön szemléljük, és a belvárosban történéseket, hiszen ott láthattuk, hogy ott voltak kicsik, nagyok, töpörtjük, babucik, nagymamák, nagypapák. Azt hiszem, hogy az mindenféle értelemben pozitív megerősítést hordozott. Igen. Hát ott szerveznünk kellett, természetesen a Facebookon többféle csatornán ment a felhívás, azt hiszem, hogy még az újságban is, meg a tévében is volt. Erre egy tájékoztatás, hogy aki úgy érzi, hogy szeretne ott lenni, az jöjjön ki ekkor és ekkor a Városháztérre, és nagyon sokan voltak, rengeteg gyerek, idős, felnőtt családok. Ez egy nagyon családok. Fontos lépcső ám, mert hogy ugye a zenekar 2015. január 1-én lett profi. Aztán, ha belegondolok az elmúlt három esztendő történéseibe, akkor ugye itt voltak nagyszerű karmesterek, Drahos Béla, aki sajnos távozott, de Dubocki Gergely, aki mostantól művészeti vezető, de vendégként volt itt, gyakorta Medvecki Ádámról nem tudunk eleget beszélni, felsőfokban természetesen. Aztán itt voltak Boros Csilláék, ott volt a muzika szakra, itt van a hangversenybérletek sorozata, Farkas Ferenc, a harmoniál benzisét sorolhatnám, viszont ez az imásfilm, és erről Major Istvánnal is beszéltem, ez egy olyan lépcsőfok, ami számukra is nagyon fontos volt, és számotokra is. Így van, így van. Hát egyrészt azt gondolom, hogy egy, most arról tudok beszélni, hogy számunkra miért volt fontos. Ugye van egy helyi, egy fehérvári médiacég, akiknek azt gondolom, hogy az a feladatuk a napi híreken, információk átadásán kívül, hogy olyat is alkossanak, ami a fehérváriakhoz szól, de szól kifelé is, tehát egyfajta városimást is közvetít. És én ezt egy nagyon jó alkalomnak éreztem, egyrészt, hogy ez egy jó csapatmunka, másrészt pedig, hogy megmutassuk, hogy komolyabb produkciókat is létre tudunk hozni, mint ahogy Fehérvár TV kollégái, hát most rólad például nem is beszélve, készülnek itt azért komolyabb produkciók, filmek, így van, vannak filmbemutatók. Én azért hozzátenném, hogy tegnap arról beszéltünk néhány emberrel, a filmbemutató, illetve a koncert után, hogy a következő időszakban én nincs kétségem felőle, hogy Székesfehérvár elnyeri a Európa Kulturális Fővárosa címet, és akkor bizony nagy feladat hárul majd mindazokra, akik már próbáltak ilyet, és szerintem ti remek példa vagytok erre, hogy igenis össze lehet hozni egy komoly produkciót olyan eszközökkel, amelyekkel a Fehérvár Média Centrum most rendelkezik. Így van, így van. Na. Úgyhogy ez egy jó csapaterősítő tréning is volt. Ámen. Köszönöm szépen, és köszönöm. Azért azt hadd mondjam el, hogy tegnap néztelek benneteket a Kis Lacival a színházban,
És jó volt nézni, hogy az embereknek, mert én utána azért beszéltem a koncert végén jó néhány emberrel, akiknek nagyon tetszett ez a film, és azt mondták, hogy hajrá, és köszönik szépen. Én nem tetek mást, mint köszönöm szépen, szintén. Mi is köszönjük, hogy megtiszteltél, és hát a továbbiakhoz is sok sikert kívánok. Szerencse ehhez már nem kell, munka kell hozzá, és gondolat és ötlet. Köszönöm szépen, Krisztina. És mi pedig, kedves nézőink, folytatjuk, mégpedig azzal a koncerttel, amiről az imént már beszéltem, hiszen az Újévi Illúziók koncert összefoglalóját láthatják a következő negyed órában. Az elmúlt évekhez hasonlóan Cserpakovics András köszöntőjével kezdődött, majd rendhagyó módon a polgármester vezényletével folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekara Újévi Illúziók című hangversenye. Sikerszámok, trükkök, új feldolgozások, humor, nosztalgia és Eugén Doga remek művei csendültek fel a tradicionális újévi koncerten. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Dubocki Gergely karmester vezényletével, csodákkal, varázslattal és színes, könnyed, egyben tartalmas programmal várta a közönséget a Vörösmarty Színházban. Nem illúzió, bár újévi illúziók a koncert címe, hogy évről évre egy nagyszerű hangversennyel köszönhetjük az új esztendőt. Ezúttal itt van velünk Hajnóczi Soma, Dubocki Gergely és Eugén Doga, azt hiszem, hogy egészen kiváló. Ezen túl azonban az újévi koncert egyik üde színfoltja, hogy a polgármester is megmutatja magát, hogy a városvezető miként bír el egy hangversenyzenekarral. Azt hiszem, hogy ez egy különös esemény mindenképpen. Igen, én azt gondolom, hogy a nézőknek is, bár nem biztos, hogy erre az élményre várnak új év napján igazán. Valóban most már régi szokásunk, hogy az újévi koncertet a polgármester nem csak néhány szóval megnyitja, hanem utána egy picit pár másodpercet vezényel is. Utána mindig ott meg szoktam állapítani, és igazgató úrnak, illetve a karmestereknek szoktam mondani, hogy azért úgy gondolom, hogy néha egy várost könnyebb elirányítani, mint egy zenekart. De viccet félretéve azt gondolom, hogy nagyon szép hagyomány, hogy új évet koncerttel kezdjük itt a Vörösmarty Színházba, és az Alba Régia zenekar évről évre megadja a lehetőséget, a keretet annak, hogy elindítsuk az új esztendőt, boldog, békés új évet kívánjunk egymásnak, a városunknak, és mindezt a kultúra eszközével, a kultúra azt gondolom, hogy mással össze nem hasonlítható erejével tehessük meg. Különleges ez, hogy ez jól jelzi, hogy nem egy, hanem két koncertre is sor kerül, mert akkora volt az érdeklődés. Most vannak külföldi vendégeink is, ami azt gondolom, hogy szintén izgalmassá teszi ezt a mai koncertet, illetve úgy tudom, hogy zenekarunknak egy új úgynevezett imásfilmje is elkészült, ami itt kerül majd részben bemutatásra, utána pedig a nyilvánosság elé. Én bízom benne, hogy mind a koncert, mind ez a film, mind azt gondolom, az, amit ez a zenekar hordoz, és ami miatt önálló intézményé tettük ezt néhány évvel ezelőtt, az ebben az évben tovább fog tudni erősödni, és ezáltal a város kulturális élete is erősödni fog. Ne felejtsük, hogy indulunk a Európa Kulturális Fővárosa pályázaton is, és fontos, hogy felmutassuk a kulturális értékeinket már itt az év elején is. Igazán színes kavalkádot tárunk most a nézőközönség elé. Ugyanúgy lesznek klasszikus polkák és keringők, mint káprázatos bűvészmutatványok, varázslatok, és valóban fiatal szólistákat is, illetve a zenekarból is szólóznak, meghallgathat a közönség, és valóban a díszvendég Eugén Doga moldáv zeneszerző, akinek több különleges kompozícióját is meghallgathatja majd. Mekkora kihívás ez a karmesternek, egy ilyen különleges stílus kavalkád? Igazából olyan, mint egy kaleidoszkóp, és hol piros, hol sárga, hol lágy, hol határozott zene, hol szláv, hol kis osztrák tejszínhabos kakaó. Lubickolni fogunk benne remélhetőleg, és a közönség is. Mióta világ a világ, január 1-én nagyon-nagyon fontos. 2015 óta minden bizony az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, és az nem illúzió, bár a koncert címe újévi illúziók, hogy évről évre fantasztikus koncerttel köszöntetitek a komoly zenerajongókat. Az idén pedig ez mindent visz, mondom én, hiszen itt van velünk Hajnóczi Soma, és itt van velünk Eugén Doga, és azt hiszem, hogy ez egy egészen kivételes est lesz. Abban reménykedünk, hogy valóban
többen el fogják varázsolni, el fogják bűvölni a közönséget ma este, és itt gondolok Hajnóci Somára természetesen, de nem csak rá, hanem például a nagyon ismert virtuózt, Denemív Mihályra gondolok, aki harmonikán fog játszani a zenekarra, vagy gondolok a kiváló moldáv zeneszerzőre, Eugén Dogára, aki itt lesz velünk. Úgyhogy igazi parádé lesz sok vetítéssel, a klasszikus zenének a könnyed számaival, és természetesen Straussokkal, ahogy ezt illik. Nagyon örülök, hogy tényleg ennek részese lehetek. Azt hiszem, életemben ilyen színes koncerten még soha nem játszottunk. Ennek megfelelően volt nagyon komplikált összerakni, de szerintem mindenki nagyon jól fog szórakozni. Tényleg Soma fantasztikusan, tényleg brillizorozva meséli a trükkjeit, és nagyszerű lesz. Már láttuk, tényleg hallgatázva nevettünk mi is, amikor ezt csinálta. Illetve hát ezek a nagyon szentimentális, gyönyörű, megható darabok Eugén Dog a zeneszerző tollából, aminek tényleg nagyon örülünk, hogy ezeket játszhatjuk. Nem beszélve, nem maradt ki a bécsi muzsika se, ami nekem különösen egy nagy élmény, és szerintem azokat is nagyon szépen fogjuk játszani. Igen, hát egy kicsit azért vissza megidézi Bécset természetesen. Egyébként mit hoz ez a boldog új év számotokra, hiszen a Bécs az rendben van, koncertmesterként is itt vagy velünk. Mi várható? Hát nagyon intenzív évnek nézek elében. Rengeteg szolisztikus tevékenység lesz, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök. A zenekarban pedig remélem sok munka, és minél több munka, annál nagyobb fejlődés. Tehát én ebben hiszek, szerintem ez egy jó év lesz. Ez a város nagyon fontos számomra, hiszen az édesapám itt nyugszik Székesfehérváron a katonai temetőben. Ma az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral 3 darabot játszunk a műveimből. Hajnóci Soma kétszeres bűvészvilágbajnok trükkökkel és a rá jellemző humorral jelentkezett a Nívós zenei rendezvényen, az újévi felszabadult hangulatú, sok különlegességet felvonultató program közben varázsolta el a közönséget. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Viszontlátásra!